D. Drummer. Hogyan találd meg az igazit? A nulladik lépéstől az ideális társig. Ajánlom ezt a könyvet egy boldogabb jövőért azok számára, akik hajlandóak tenni érte. Hiszem, hogy a társadalom újra felemelhető, és bízom benne, hogy a föld bolygón már folyamatban lévő pozitív változások eléréséhez ez a könyv is hozzájárul. Hálás köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta a könyv létrejöttét. Közülük kiemelném a következő személyeket. Édesanyám, hiszen neki köszönhetem, hogy normális felnőtt lett belőlem. Csatlós Csaba, amiért megírta a Kiadom a könyvemet című könyvét, ami elindította bennem a saját könyvem gondolatát. Adél, amiért a történetével megihlette az egyik fejezetet, és Miki, aki elkészítette a könyvhöz a weboldalt, és így lehetővé tette, hogy a könyv bárkihez eljuthasson. Páromnak, Jánosnak, elsősorban azért, mert betoppant az életembe, és ott is maradt. Azután meg azért, mert rengeteg bátorítást és támogatást kaptam tőle ahhoz, hogy ez a könyv elkészülhessen. Például ő készítette el a szerkesztést és a belső dizájnt is. A könyv célja: segíteni neked, aki már hosszú ideje sikertelenül próbálsz párt találni, hogy végre kompromisszumok nélkül ténylegesen az igazit találhasd meg, és így valóban olyan párkapcsolatod lehessen, amilyet megálmodtál magadnak, vagy amiről már végképp lemondtál. Nem társkeresési módszerekről vagy technikákról szól, hanem mindazokat a konkrét, gyakorlati lépéseket mutatja meg amiket még azelőtt kellene megtenni, hogy az ember egyáltalán neki állna keresgélni. Ezek a lépések lehetővé teszik, hogy tisztába kerülj vele, hogy valójában mire vágysz, milyen párkapcsolat és milyen pár lenne számodra az ideális, illetve hogy nyitott és fogadóképes lelki állapotba kerülhess ahhoz, hogy már tényleg esélyed lehessen egy ilyen kapcsolatra. Ha már eleged van az egyedüllétből, túl régóta próbálkozol eredménytelenül. Már majdnem teljesen feladtad a reményt. Belefáradtál a sikertelen társkeresősdibe. Jó néhány kapcsolatot kudarcba fulladt, és nem tudod, hogyan tovább. Kezdesz pánikba esni, mert egyre gyorsabban repül az idő, és te még mindig egyedül vagy. Eleged van abból, hogy mindig csak a hülyéket vonzod be, azon őrlődsz, vajon a jelenlegi párode számodra az igazi? Akkor ez a könyv neked szól. Kalandra fel! Bevezetés Mit is értek az alatt, hogy igazi? Létezik ilyen egyáltalán? Nos, igenis, meg nem is. Úgy gondolom ugyanis, hogy az igazi egy olyan társ, aki megfelel az általunk valóban vágyott, valóban ideális elképzelésnek, és emellett kompatibilis velünk, azaz tényleg összeillünk vele a tulajdonságaink, közös elképzeléseink, kölcsönös vágyaink tekintetében. Tehát az igazi egy olyan személy, akivel valóban reális esélyünk van rá, hogy megvalósíthassunk, akár egy életen át tartó, boldog, stabil kapcsolatot is. Ha ez jelen pillanatban a számodra irreálisnak, álomvilágnak tűnik, akkor különösen jól tetted, hogy kézbe vetted ezt a könyvet. Az a célom, hogy mire a végére érsz, megváltozzon erről a véleményed, és még az sem kizárt, hogy addigra már nem leszel egyedül. Amennyiben az esetleg menet közben felmerülő nehézségek ellenére is őszintén, kitartóan, derekasan végigcsinálod a feladatokat, akkor erre minden esélyed meg lesz. Tehát a fenti értelemben szerencsére létezik olyan, hogy igazi. Viszont nem csupán egy, azaz egy darab ilyen személy létezhet a nagyvilágban. Nincs olyan, hogy egyetlen igazi, akit mellénk rendelt a sors, és ha ő nem lehetett a miénk, akkor azzal vége. Biztosan vannak, akik ezzel nem értenek egyet, de ezzel a döntésükkel sajnos csak azt érik el, hogy elzárják maguktól egy boldog, kiegyensúlyozott kapcsolat esélyét. A jó hír viszont az, hogy amikor egy valóban hozzánk illő ideális társsal, azaz egy igazival közösen teremtjük a párkapcsolatunkat, akkor végre valahára tényleg valódi esélyünk van rá, hogy boldogságban fent tudjuk azt tartani. A könyv címe egyébként akár az is lehetne, hogy a nulladik lépés, amit az ideális párkapcsolat létrejötte érdekében meg kell tenni. Sőt, valójában nulladik lépések hiszen ehhez nem csupán egyetlen dolog szükséges. Manapság szinte még a csapból is a társkereső oldalak hirdetései folynak, és szerencsére jó néhány segítő fórum, kócs, szakértő is a társkeresésre specializálta magát. Ez igazán jó dolog, csak hogy sokaknak még így sem sikerül párt találniuk, vagy ha sikerül is, valahogy egy idő után sok esetben kiderül, hogy a kapcsolat nem ideális, mégsem tarthat örökké, vagy legalábbis jó sokáig. Miért van ez így? Mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg a megfelelő párt vonza be az életébe? Vagy egyáltalán honnan tudja, hogy mi lenne neki az ideális? Mi szükséges hozzá, hogy az ember képes legyen a környezetében megtalálni, és aztán fogadni is a pár jelöltjét? Mi kell ahhoz, hogy ténylegesen készen álljunk a kapcsolatra? Vagy például, miért van az, hogy bármilyen tanács és segítő program igénybevétele után is néha sorozatosan csak a hülyéket vonzuk be magunknak? Na, ezekről a kérdésekről, illetve ezek megoldásáról már nem esik olyan sok szó. Pedig ezek azok a bizonyos nulladik, azaz megalapozó lépések, amelyek nélkül hiába a hatékony társkeresési módszerek, az eredmény mégis elmarad, vagy kétes lesz, és semmiképpen sem tartós. Ez éppen olyan, mint amikor egy háznak nem építenek alapot. Elsodorja az első szélvihar, vagy kimossa a helyéről az első nagyobb eső. Sokan járnak manapság hasonló cipőben. Hosszú távon nem válnak be a kapcsolataik, vagy egyáltalán nem is jön nekik össze a kapcsolatteremtés, esetleg elváltak és már kezdenek komolyan aggódni azon, hogy mi lesz így velük, sőt, akár már le is mondtak róla, hogy valaha igazán boldogok lehessenek. Én a saját bőrömön tapasztaltam meg ugyanezt. Hosszú éveken, sőt, majd hogy nem évtizedeken át voltam szívszorítóan sikertelen ezen a téren. Néhány hónap vagy néhány év párkapcsolat után mindig azon kaptam magam, hogy ismét egyedül vagyok, de őszintén szólva akkoriban sokszor még akkor is reménytelenül egyedül éreztem magam, amikor pedig éppen volt kapcsolatom. Ismerőseim közül többen kérdezgettek, mi történt? Mi változott meg nálam, hogy 42 évesen, annyi szerencsétlenkedés után mégis megtaláltam a páromat, aki azóta már a férjem is? Érthető, hogy tudni akarták, mi változott. Be kellett látnom, hogy valamit tényleg jól csinálhattam, ha végül így átfordult ez az éveken át tartó, sokáig teljesen reménytelennek tűnő helyzet. Főleg azért, mert nem is akár ki lett a párom. Nem arról van szó, hogy végre valaki a horgomra akadt, hanem a férjem ténylegesen az álmaim párja, és most boldog házasságban élünk. Ezért átgondoltam, és gondosan összeírtam, hogy mi mindent tettem meg ezen az úton, ami ehhez az eredményhez vezetett. Hidd el, ez nem a véletlen vagy a szerencse műve volt. A siker mindig legfőképpen rajtunk múlik, a szerencse sem szegődik akárki mellé a saját sikeres tapasztalataimon túl még néhány olyat is megfigyeltem és összegyűjtöttem, amelyek az általam javasolt dolgokon felül másoknak segítettek abban, hogy megtalálják a párjukat. Néhány általam összegyűjtött és javasolt dologról biztosan nem először fogsz hallani, de így összegyűjtve és megfelelő sorrendbe téve még nem valószínű, hogy találkozhattál velük. És nálam pontosan ezek vezettek el a sikerhez. Méghozzá ebben a sorrendben. Néhány barátomnak már sikerült ezekkel segítenem. Ideje, hogy sokan mások is hasznát lássák. Végül lehet, hogy feltetted nekem magadban a kérdést: Te még nem vagy húsz éve házas. Honnan tudhatnám, hogy neked tényleg sikerült? Erre csak annyit mondhatnék, hogy kár lenne akár egyetlen másodpercet is elpazarolnod a párodhoz vezető úton mert annyira szép, és annyira sokat tud adni egy valóban ideális párkapcsolat. Hidd el, összehasonlíthatatlan. Úgyhogy sok sikert kívánok ahhoz, hogy a könyvem segítségével végre te is megtaláld a párod a korodtól, a gyerekeid számától, vagy bármi mástól függetlenül. Ne feledd, mint oly sok minden más az életben, bizony ez is fejben dől el én pedig most segítek neked abban, hogy a megfelelő irányba tud dönteni. Néhány tudnivaló, mielőtt a kalandba belevágsz. Mivel ez tényleg egy gyakorlati útmutató, ezért minden fejezet végén az lesz a feladatod, hogy az abban a fejezetben leírtakat a saját életedben is kipróbáld, elkezd alkalmazni. Jó esetben a könyv végéig sem jutsz el, és már be is indulnak a dolgok nálad is ezen a téren. Ettől függetlenül fontos, hogy próbáld meg a feladatokat sorban végigcsinálni, hogy ezáltal biztosan készen állj, és így tényleg azt a társat találd meg, akit valóban szeretnél, és aki valóban ideális a számodra. Említettem már a sorrendet is. Nos, ez azért fontos, mert ha tényleg elvégzel egy feladatot, akkor ettől óhatatlanul változni fog a szemléleted, a hozzáállásod, a magadról alkotott véleményed. Mindezek a változások pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy tovább tudj menni a következő lépésre. Ó, igen, jól olvastad, nem elírás, ha elvégzed a feladatokat, elkerülhetetlenül változni fogsz. Megteheted tehát, hogy átlépsz egy másik feladatra, vagy befejezetlenül hagysz egy feladatot, és úgy mész tovább, de akkor esélyes, hogy félkész vagy nyers állapotban mész tovább, és így még nem fogsz arra a feladatra készen állni. Így hát nem a kívánt eredményt éred el vele. Kérlek nevet tőlem rossz néven, hogy tegező módban írok, de a korottól teljesen függetlenül én hozzád akarok szólni, és számomra ez ebben a formában a legkönnyebb. A magázódást meg hagyjuk meg a hivataloknak. Vágjunk hát bele a nagy kalandba! Nulladik fejezet. Minek neked kapcsolat? Brutálisnak tűnhet a kérdés, és talán nyilvánvaló kellene, hogy legyen a válasz, azonban néha a legalapvetőbb dolgok nincsenek a helyükön a fejünkben. Ráadásul sokszor anélkül, hogy tudnánk erről, ezért a nulladik lépés, hogy tisztázd magadban erre a kérdésre a választ. Ezzel a lépéssel egyben ki is tűzöd, és meg is acélozod az ezzel a könyvvel kapcsolatos célodat. Ez a fejezet tehát egyben az első feladat is. Célja, hogy megválaszold magadnak a következő kérdéseket, a válaszaidat pedig szépen sorban írd le magadnak. A kérdések a következők. Miért szeretnék egy igazán jó párkapcsolatot? Mit jelent számomra egy ideális párkapcsolat? Hogyan fog megváltozni az életem, ha lesz egy igazán jó párkapcsolatom? A választ fejtsd ki olyan részletességgel, ahogyan csak szeretnéd. Folytasd ezt addig, amíg igazán jól nem érzed magad az egészséggel, és amíg már igazi várakozással nem tekintesz a folytatásra. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásban. A hangoskönyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részleteket kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice